Most meg kezdem is venni. Mert? Neked dalma a laptopod, nekem megy márka, mindenki ízlését más az, ami felrázza, hiszen mások vagyunk, de ez nem gát, ha nyugalomban, békességben, boldogságban, emberségben, szeretetben, szegénységben békén hagyjuk egymást ma. Én úgy néztem ki, mint a, hogy hívják azt a... Mirmur. A nagyúr. A Véder nagyúr. Köszöntünk mindenkit, ez itt a Restart, mondhatni extra kiadása. Andrissal. És természetesen Wendyvel. Mi ketten várunk ma benneteket, és természetesen a Popper és a Kölyök. Hírek és információ és érdekesség lesz a mai műsorban, így van a Popper és a Kölyök. Úgyhogy vannak elérhetőségeink, a képernyő alsó egy negyedén elhelyezett kis kék csíkon olvashatjátok ezeket, egy negyed, hát lehet, hogy egy ötöd, mindegy, oda van helyezve, és az Andris ma azért van itt, hogy segítsen nekem, ha esetleg én megfulladnék, vagy ilyenek, ugye már bekészítettem a zsepiket, mert hát sajnos az influenza engem is elkapott, úgyhogy majd ha itt trombitálok meg ilyenek, addig te majd mondod a magadét, jó? Vagy hát akár játékokkal kapcsolatban, vagy esetleg rendes komputerekkel kapcsolatban szeretnétek kérdéseket feltenni, akkor most itt vagyok, most segítek. Wendy, a szó a tiéd. Köszönöm. Pont azon gondolkoztam, hogy te hányszor mondtad el már az elérhetőségeket, amióta itt dolgozol. Hát minden műsorban. Minden műsorban. Igen, de az mennyi? Mennyi? El kell mondani, hogy tudják. Azt én tudom, de az így mennyi? Ugye egy csomó, egyébként ezt megkaptam már kérdésbe, nem tudom így hirtelen több ezer alkalommal valószínűleg. De azért, mert csomóan kérdezik egyébként, hogy miért mondom, amikor ki van írva. És aki nem lát, nagyon sok olyan nézőnk van, és ezt nem gondol ilyenkor bele az ember, aki mondjuk látássérült, vagy nem lát, csak hallgatja a tévét gyakorlatilag, mint egy rádiót. Otthon főz, és nem látja. Restart. Vagy egy csomóan ugye úgy tévéznek, hogy nem nézik a képernyőt, mert most az én fejemre ki kíváncsi, nem ez a lényeg, viszont azt, amit mondok, arra lehet, hogy kíváncsiak. Tehát, hogy ezért is szoktam elmondani, mert hát ez a műsorvezető feladata minden műsorban, más tévéknél is, hogy elmondja, hogy hol lehet bekapcsolódni a műsorba. Ha már élő egy műsor, akkor be lehet kapcsolódni, van lehetőségetek, úgyhogy csörögjetek, Skype-on is elérhetőek vagyunk, tv.fixhd, telefonszámunk. Mi, Andris? 4451349, illetve vannak Facebook oldalaink is, ahol ingyen és bérmentve várjuk a hozzászólásokat, vagy egyéb kérdéseket. Bérmentve várjuk, végül is. Bár Facebook, fizetni. Jó, facebook.com/fixhd, illetve a Wendynek is van egy külön like oldala, facebook.com/wendyfix, és... Így van, Andris pedig a facebook.com/vj. És annyira oldalam. Szépen mondom el, Wendy, te most mit izé parodizálod itt? Mit parodizálod? VJ Andris. Kiemelem, oda. Hogy így keressenek rád, hogy VJ Andris. Valaki azt mondta, Wendy, hogy a képernyőnek az 1/8-ala. Akkor 1/8-ala. Mindig is rossz voltam geometriából, vagy matematikából, vagy mit, hogy hívják ezt. A lényeg, hogy alul van a csík, ott lehet olvasni. Jó? Na, azt hiszem elmondtunk mindent, mobil stream, okos TV stream is van, m.fixhd.tv, smart.fixhd.tv ugyebár, és a weboldalunkon is nézhető az adásunk, élőben. Szóval bármilyen készülékről tudnak minket nézni a nézők. Persze. Igaz, Wendy? A mosógépen is jövünk gyakorlatilag, a hármas programot kell nyomni hozzá, és a nagy mosást, és azok vagyunk mi. Jó? Na kezdjük el! Ez jó volt ez a rap egyébként az elején, ez nekem tetszett, úgyhogy majd ezt küld már át, légy szíves. Nekem tetszett. Ja. De mondjuk Robi írta, hogy na, ez a kezdés volt a javától, jók vagytok, jó furást, Wendy. Köszönöm szépen. És már rögtön van egy kérdés hozzád, Wendy, Dávidtól. Szia, Wendy, a tanácsodat szeretném kérni, mert az egyik képem, ami JPEG formátumú, egyik napról a másikra tönkre ment. Mivel amikor rákattintok, akkor csak egy üres lapot ad be, az előnézeti képnél sem mutat semmit, és a mérete pedig azt írja, hogy 0 byte. Hát erre lehet állítani ezt a képet valami módszerrel, vagy esetleg egy programot tudsz ajánlani? Előre is köszi, Dávidot. A kulcs ott volt, hogy 0 byte, kedves Dávid. Hát a 0 byte az azt jelenti, hogy nincs hossza. Tehát megvan a file bejegyzés, de nincs hossza, ergo a file nem létezik mögötte. Hát nem tudom, hogy azóta csináltál valamit a gépeddel, gondolom én igen. Tehát megpróbáltad esetleg egy adatvisszaállító szoftverrel visszaállítani az adatokat, és esetlegesen ezt a képet is elképzelhető, hogy sikerül. Mondjuk a RecQ-val nemű szoftverrel ezt megpróbáltad, de az a baj, hogy ennek én ilyen nagyon kicsi esélyt adok. Tehát ha most az előbb ugye a képernyő méretet kellett, vagy a csíknak a elosztását kellett mondani, akkor most százalékos arányban azt mondom, hogy egy 20% esélyt adok, hogy ezt az adatot, vagy ezt a képet vissza lehet állítani, tehát ne reménykedj benne sajnos. De mi történt? Hát azt nem tudom, mi történt, valószínűleg valami felülírhatta ezt.
vagy mondjuk nem tudom milyen képnézegetővel nézted meg, lehet, hogy az hozzányúlt, beleírt valamit, de nem sikerült, mert ugye a nullás fájlok azok tipikusan akkor keletkeznek, amikor ugye a fájl létrehozásának a jogosultsága megvan, ám de a tartalommal való feltöltése nincs meg. Néhány esetben, amikor csak olvasható egy fájl, akkor szokott ilyen előfordulni. Vagy ha ez egy internetről letöltött valamilyen kép, mondjuk, akkor elképzelhető, hogy ugyan a link ott van, és elkezdte letölteni, de a tényleges tartalom nem érkezett meg, ezért a fájlt létrehozta, de nincs hossza, ezért 0 bájtos. Tehát ilyenek előfordulnak egyébként, nem csak képekkel, bármivel előfordulhat. Ilyen az, hogy pontosan mi történt, az csak Dávid tudja, mert hát az ő képe. Uh-huh. Jó. Na, hát van egy pár nagyon érdekes hírünk, de még mielőtt belemennénk a hírekbe, rögtön itt van a mi Miklósunk Skype-on keresztül, úgyhogy vele folytatjuk, illetve kezdjük a mai műsort. Szevasz, Miki! Sziasztok! Hello! Hát következő lenne, ugye tegnap beszélgettünk a havernak az alapjáról, igen? És be is került a szervizbe, ott rögtön mondták, hogy a szervizesek, hogy nézik, mi van, és következő volt a probléma. Fogták a szervizeset és beletettek egy régebbi processzort az alaplapba, és azzal tökéletesen el is indult az alaplap, és az a furcsa, hogy egy 2011-es BIOS volt az alaplapon, és ami viszont nem ismerte föl az ő processzorát. Aha. Mondták is a szervizesek, oké, rendben, fél óra megleszünk, frissítjük a BIOS-t és viheted a lapot, csak hogy miközben elkezdték frissíteni a BIOS-t, nem sikerült nekik végrehajtani, lehalt az alaplap a BIOS frissítés. Na, szép. Hogy maradt ott, és azt mondták neki, hogy jó, rendben, akkor 3-4 munkanap mire visszahozzák. És ilyen hibáról én még életemben nem hallottam, hogy egy BIOS nem kezel be, csak egy régebbi idézőjel. Hát ilyen, így ebben a formában én sem, de vannak olyan alaplapok, amiknek vannak olyan korlátozásaik, hogy ugyan megfelelő a tokozása mondjuk az adott alaplapnak, tehát belemegy egy bizonyos processzor, de attól függetlenül a teljesítménye az nem feltétlenül biztos, hogy kijön belőle. Ez ugyanez igaz lehet a memóriákra is például, hogyha mit tudom én 800 MHz-ig támogat mondjuk egy memóriát, ez főleg régebbi gépeknél volt igaz, akkor hiába raksz bele egy ugyanolyan típusú memóriából mondjuk egy 1333 MHz-en futót, két eset lehetséges, vagy egyáltalán nem fog menni, vagy csak 800-on fog menni az a memória. Tehát ez az a baj, hogy ez igazából a gyártónak a, hogy is mondjam, hanyagsága, hogy ezt nem kezeli le megfelelően. Persze ugye a BIOS-nak ez a feladata, tehát ugye a BIOS, ahogy a nevében is benne van, hogy a Basic Input Output System, tehát gyakorlatilag a rendszer hardware felismerésének az alapszoftvere gyakorlatilag. Ezért, hogyha az rosszul van megírva, vagy nem hozzá való, vagy mit tudom én, valami hiba van benne, akkor simán elképzelhető, hogy bizonyos hardverek nem akarnak működni, és egy BIOS frissítés után viszont tökéletesen jól működik. Az, hogy a BIOS frissítés valamiért nem sikerült, ez is lehet egy árulkodó jel egyébként, hogy ott valami nem stimmel azzal az alaplappal. Hát ugye? Most már azt cserélére rakják, arra pedig, amit mondtál ugye a memóriával, nálam pont ez az eset. Aha. Az alaplapban direkt a memória támogatási listáról lett vásárolva egy memória az alaplapban, amit a lista szerint 1066-on támogat. Aha. Valami oknál fogva viszont az alaplap csak 800-on kezeli, és nem is engedi a BIOS-ban feljebb állítani 1000-on. Ugye, amit pont te mondtál, hogy hát lehetnek ilyen érdekességeik a különböző lapok. Hát lehet ilyen, bár igazából, tehát ha az alaplap támogatja, és a memória is képes, mit tudom én, az 1066 MHz-re, akkor annak úgy működnie kéne. Még esetleg az időzítésekkel lehet gond. Uh-huh. Mostanában ugye, pláne ha dual channelbe vagy tripla channelbe használod, igen, a memóriákat, akkor időzíteni, az időzítés sem lehet gond, illetve nem tudom, hogy ugyanolyan típusú memóriákról beszélünk, vagy különbözőek? Párban lettek véve. Akkor elvileg a megfelelő időzítéssel ki lehet belőlük hozni azt az órajelet, szerintem, csak lehet, hogy az időzítés van rosszul beállítva. Aha. Tehát ott próbáld meg azt állítani. Ugyanott van, ahol a volt, meg ilyesmi, gondolom, nem? Hát ahol a memória kezelés, hát ez most így fejből nem mondom meg neked, hogy persze, a BIOS-ban pont hol van, de meg lehet találni, és akkor ott lehet állítgatni azt, hogy milyen időzítéssel menjen, bizonyos típusú memóriák bizonyos időzítéseket szeretnek egyébként, megint csak gyártófüggő is. Van, amelyiknél kisebb időzítésen hajlandóak normálisan együttműködni, van, amelyiknek ott olyan nagyobb. Vagy lehet, hogy variálni kell. Meg kell nézni, hogy esetleg fórumokban utána olvasni, ez a típusú memória, ez pontosan mit szeret.
mivel hajlandó menni. Vannak olyan memóriák, amiknél meg tök mindegy egyébként az időzítés. Úgy van megcsinálva, nem akarok márkákat mondani, mert nem akarok feleslegesen reklámozni, de vannak bizonyos típusú K-betűvel kezdődő memóriák, amiknél tök mindegy, mit állítasz be, ugyanúgy jól fog működni. De hozzá kell tenni, hogy ezek a memóriák ráadásul ritkábbak is itt Magyarországon is. Fórumon többen írták, hogy és kétféle van belőle. A fajtával, hanem másikkal is eljátsza ezt, hogy 1060 helyet csinálja ezt a 800-as. Igen. Az az olcsóbbik változat szokott ilyeneket csinálni egyébként, meg kettő van belőle, az egyik a max, a másik meg a ton, a vége. Így talán már lehet tudni, miről van én szó. Én csak annyit mondok, tényleg nem reklámozni szeretném, hogy gél. Igen, gél, igen, nem rossz egyébként. Igen, és ők csinálják, szóval. Aha. Majd akkor megnézem, és köszönöm szépen. Oké, okay. Nincs mit, Miki. Hello. Sziasztok, szóval jó műsorvezetés. Köszönjük szépen. Köszi. Wow. No, várjuk a további hívásokat, akár Skype-on, akár telefonon is csöröghettek, vagy akár írhattok, én úgy látom, hogy írtak is Skype-on. Méghozzá, hogy le tudnám írni a VLC-s adásstreamet, ezt már gyerekek, én már annyiszor elmondtam egyébként, de majd leírom akkor mindjárt, jó? Addig nézzünk egy érdekes hírt, mert neked van egy érdekes híred, ha minden melyik igaz. Melyik gondolsz? Mert sok van. A kiszivárgott az iPhone 6-nak ezzel a háza. Kapcsolatban küldtem is neked egy videót egyébként. Igen, Vendi, megmutatjuk, amit... csak leírom addig Dánielnek a pontos elérhetőségét a streamünknek. Jól van, tehát kiszivárgott az iPhone 6 ház. Már itt hozzátenném, hogy hagyjuk már. Igen. Mint arról beszámoltunk, tehát ez az oldalon felolvasom, a Wall Street Journal szerint érkezik a nagyobb iPhone, ráadásul rögtön kettő is. Ma pedig kézzel fogható bizonyítékot mutatott be nekünk a Concept Phone oldal. Nevükkel ellentétben most megesküdnek rá. Ezt nem küldted el egyébként, ezt nekem a legúsabb küldted el. De elküldtem más, hogy most az előbb, igen, miközben foglalkoztál a Skype-ossal. Okay, nevükkel ellentétben most megesküdnek rá, hogy a videó valós. Állítólag azt az Apple gyárban vette fel egyik forrásuk. Biztos nagyon izgulhatott szegény dolgozó, hiszen nem mindennapi kézremegést láthattunk a videóban, ám ezzel együtt is egy iPhone 4-4-es vonalait vélik sokan felfedezni a látottakban. A másik furcsaság lehet, hogy nem fordítják meg az alkatrészt, nehogy véletlenül is többet lássunk belőle, esetleg a valós méretekre következtethessünk. Való igaz. Mivel itt egy olyan forrásról van szó egyébként, aki már nagyon sokszor küldött sokféle videót, de hát hogy mindegyik gyakorlatilag kiderült, hogy kamu, ezért én nem hiszem azt egyébként, hogy az iPhone 6-nak lenne a háza, de ez a forrás állítja, hogy ez bizony az. És tényleg érdekes egyébként, hogy miért nem fordítja meg? Nem, nekem az az érdekes, hogy mi az újdonság. Tehát látunk egy életlen képet egy háttérről, nem úgy életlen, de egy nagyon rossz minőségű képet, egy háttér lapról gyakorlatilag, ami akár, köszönjük szépen, akár lehet az iPhone 5-ösnek is, egy szétszett iPhone 5-ös is. Tehát nekem ez, hát az inkább nekem nem a 4-4, mert olyan vaskos és nem hosszabb. Igen, tehát néha, ahogy írják a cikkben egyébként a 4-4S is, de nem hiszem egyébként, hogy ez... Ezzel az a probléma egyébként, igen, és van is abban valamit mondasz, mert de nem, a képarány az 16-9-es, ahogy látom, tehát az már akkor szerintem inkább az 5-ös lenne, nem a 4-es. Viszont az, hogy a 6-osnál ugye azt beszéltük, pont pár napja volt hír, hogy igazából ugyanaz lesz majdnem, mint az 5-ös, csak nagyobb lesz, tehát 4,8 colos iPhone-t akarnak kihozni, tehát hogy ugye még nem phablet méret, de a határeset, tehát ugye a jelenlegi 4 colos 4,8-ra akarják növelni, tehát egy ilyen nagyobb készülék lesz, és állítólag sokkal vékonyabb lesz, tehát ez meg kimondottan vastagnak tűnt, ahogy ott az előbb látszott egy picit oldalról is. Igen, és egyébként ahhoz képest, amit itt látunk képet, amivel már félig meddig próbálják reklámozni az iPhone-ot, tehát hogy köszönő viszonyban sincs. Szerintem az is kamu, úgyhogy tök mindegy. Igen, úgyhogy korai még ilyen korai még videókat. Szerintem is a találgatásokba bocsátkozni. Persze lehet, hogyha valaki lát érdekes elképzeléseket, azokat azért szívesen vesszük, küldjétek el, megmutogatjuk, csak ezeket nem szabad ugye készpénznek venni. Sőt, igazából a kiadás előtti napokig általában semmit sem szabad készpénznek venni, még ha ki is szivárognak információk, attól függetlenül még az nem biztos, hogy igaz. Pláne ilyen videókon, de honnan lenne meg neki?
Most őszintén. Igen. Tehát honnan lenne meg, amikor, mikor fogják azt még majd kiadni? Úgy különben is. Majd nyáron. Meg én nem hiszem egyébként, hogy ez ilyen egyszerű dolog lenne. Tehát, hogy egy oldalnak, akik eddig mindig csak kamu dolgokat híreztetettek, az egyik forrása dolgozik az Apple-nél, és ő ezt ilyen elképesztően ócska fos minőségben lekamerázta, ne higgyünk el minden kacsát, gyerekek, én ezt, igen, ezt nem mondom. Rúgták ki. Igen. Ez ilyen tipikus infók, hogy olyan sok, tehát ilyen prototípusokat valószínűleg egyébként nagyon szigorúan kezelik. Abszolút, titkosan igen. Kezelik. De mégis kikerülnek ilyen videók, tehát hogy, és azok az emberek még mindig ott dolgoznak. Tehát nem rúgják ki őket ezért akkor? Mondom. Tehát nagyon kamu, persze. Úgyhogy tényleg, ez tényleg jó tanács, és nem véletlenül már azt sem minden nap el kell mondani, hogy azok a hírek is, amiket mondok, vagy mondunk itt a különböző portálokra, mert hát mi is onnan tájékozódunk, ezeknek a felét nem szabad elhinni. De most halál komolyan mondom, mert másnapra megcáfolják. Hiszem, ha látom. Amúgy is, igen. Aztán Ádámmal folytatjuk. Szia, Venni, kérlek, segíts nekem, a problémám a következő. Egyik napról a másikra megállt a HDD-m, nem bútol be a Windows, csak a BIOS-ig tudok eljutni. Nem piszkáltam, és minden kábel a helyén van. Az alaplapnak nem lehet baja, mert a másik HDD-vel próbáltam, és ment minden rendesen. Fontos adatok vannak a hibás HDD-n. Hogyan tudnám megmenteni? Segítséget előre is köszönöm, jó a műsor, köszönjük, Ádám. Még egyszer, mi a probléma? Hát, hogy nem megy a vinyó, nem akar mutolni. Hát figyelj, próbáld meg első körben azt, hogy lehúzod a másik vinyót, tehát hogy csak ő legyen fönn egyedül, nehogy valami összeakadás legyen, mert ez is előfordulhat. És úgy egyetem meg kell nézni, hogy a BIOS-ban, mert mondtad, hogy a BIOS-ig eljut, a BIOS-ban fölismeri a vinyót? Tehát fizikailag látszik a vinyó, és be van állítva a boot orderben, hogy onnan is bootoljon? Mert ezeket kéne első körben leellenőrizni, ha megvan, akkor és onnantól kezdve nem bútol, akkor valószínűleg nem biztos, hogy fizikailag ment tönkre egyébként az a vinyó, mert akkor egyébként nem látná valószínűleg a BIOS sem, hanem több mint valószínűleg vagy a boot szektorával van valami gond, vagy valami, nem tudom, egyéb más problémája van, ezt innen sajnos nem tudom neked megmondani, de egy biztos, hogy a BIOS-ban kéne, hogy lássad. Ha a BIOS-ban sem látszik, akkor biztos, hogy tönkre ment. Viszont, tehát akkor nem igazán lehet megmenteni, illetve meg lehet, vannak ilyen adatmentő cégek, akik nagyon sok pénzért visszaállítanak adatot. Én, hát ilyenkor át kell gondolni, hogy mit érnek azok az adatok, amik rajta vannak. Megérnek-e mondjuk pár százezer forintot, hogy visszaállítsd őket. Ilyen anyagiakkal lehet számolni. Trombitálok egyet, jó? Hát, vagy még több. Tehát attól függ, mekkora mennyiségű adatról beszélünk. Addig elindítod nekem a legós videót, ami addig trombitálhatsz. Majd megpróbálok halkan trombitálni, hogy ne zúzzam szét itt az adást. Minden esetre, hogyan készíthetünk klasszikus Macintos gépet Legóból? Legóból, így van. Videó és hozzátartozó cikk. Nagyon-nagyon jó pofa. Tehát így készíts klasszikus Macintos gépet Legóból. Jason Kinsley és Charlotte Bacon nagy Lego és Apple rajongók lehetnek. Elkészítették az Apple 1984-es ikonikus Macintos számítógépének a Lego változatát, amely iPad képernyőt használ. A cikk javarészt ennyi, igen, tehát felépült és betesznek oda anyas kis iPad-et, és gyakorlatilag pontosan ugyanígy nézett ki az első Macintos. Igen, ott benne volt az iPad. Jó, hát mégis ötletes. Te szeretsz legózni, Vendi? Nem, igen. 35 éves fejjel, így van, hazamegyek és legózok. Nem, hát gyerekkoromban szerettem, igen, volt is nekem Lego. Volt tűzoltóállomásom, meg volt rendőrségi állomásom, meg ilyen egyéb kis autók, meg nem tudom. Tehát ez a régi hagyományos Lego, nem a Dupló, meg az ilyenek, hanem a hagyományos Lego. És én annak idején ezt kombináltam, volt ugyanis modellvasutam. És a Legóból építettem hozzá különböző állomásokat, meg ilyeneket, így van. Úgyhogy hát kicsit nagyobbak voltak, mondjuk az ember akkora volt, mint a mozdony, de az egy más kérdés, milyen picik voltak nekem a modellvasutaim. De jó kis városokat építgettem, amiben ment ott a vonat, meg minden. Ugyanez én, amit csináltam egyébként, hogy az nem Legóból volt, csak régen, amikor jártunk moziba, akkor olyan hatalmas, nagy, tényleg filmben is látott ilyen nagy bödön bekaptad a popcornos kaját, és akkor tehát ilyen műanyagban, nem ilyen papírszarokban, mint most, már bocsánat, és akkor kivágtam, de így a tetejét megfordítottam, letettem, és az volt a hegy, ami átment a vonat. Jó, és mindig oda döltem, és így vártam, hogy jöjjön. Van, amikor nem. Hát lett. A régi szép idő. Most már felnőttünk, most már másra játszunk. Most már vonatokat lopunk. Igen, most az igazi vonatokra játszunk. Már aki. Na, folytatnám egy több érdekes hírrel, amiről mindenképpen be kell számolni. Az egyik egy nagyon váratlan tegnap éjszakai hír, hogy a Google eladta a Motorola-t, egész pontosan a Lenovo-nak.
Ez ugye egy érdekes húzás, hiszen nincs egy éve, hogy megvette a Motorolát. Vajon miért vette meg? Én úgy gondolom, hogy itt nem is a technológia kellett neki, hanem a szabadalmak. Mert ugye a Motorolának elég sok szabadalom van a tulajdonában. És hát most úgy néz ki, és pont tegnap beszéltünk arról, hogy ugye a Google saját márkás eszközeinek ugye változik a neve, meg úgy egyáltalán úgy nem igazán akar semmit kezdeni a Motorola-ról. Pont, de nem is tegnap, de a napokban beszéltem erről, és tettem fel a kérdést, hogy akkor minek vette meg. Hát most úgy néz ki, hogy ők se tudják, hiszen el is adták rögtön. Meglepő bejelentést tett a Google szerda éjjel, $2.9 milliárd, ami nagyjából 656 milliárd forint, eladta a két éve vásárolt Motorola mobilgyártót a kínai központú Lenovo cégnek. Két éve a Google $12.5 milliárd vásárolta meg a Motorola Mobility-t. Ez volt a kereső első olyan nagy felvásárlása, ami nem kötődött szorosan az online üzlethez, és annak volt a jele, hogy az Android mellé hardware téren is be akar szállni a cég a mobil eszközök piacára. A Google a Motorola szabadalmainak nagy részét megtartja, csak 2000 szabadalom kerül át a Lenovo-hoz. Akkor a felvásárlás fő okaként a Google egészen konkrétan célzott az Apple elleni konkurencia harcra és arra, hogy az intenzív versenyben csak ilyen lépésekkel lehet életben maradni. Főként a laptopjairól híres Lenovo cégről egyébként kevesen tudják itthon, hogy a világ harmadik legnagyobb okostelefongyártója egyébként a Samsung és az Apple után. Csak ugye meg kínai piacot céloznak után. Első körben. Hát után, igen, de hát a harmadik. Csak ugye Lenovo-ról hallottunk, laptopokat lehet kapni, meg táblagépeket, Lenovo márkásokat ugye itt Magyarországon, és okostelefont én még nem nagyon láttam, persze nem, lehet, hogy csak én nem láttam. Minden esetre most úgy eddig is gyakorlatilag a harmadik legnagyobb gyártó volt, hát most az ő tulajdonukba került a Motorola. A Motorola megvételével egyébként komoly tényezővé válhat az androidos platformon a Lenovo a jövőben, tehát még inkább. Úgyhogy most már komoly vetélytársa lehet az Apple-nek, vagy a Samsungnak akár. Akár. Hát majd meglátjuk, hát igazából, ha hardverileg tudják azt hozni, ami manapság elvárás egy okostelefontól. Mi az elvárás egy okostelefontól, Vendi? Most konkretizáljunk. Például, mi az elvárás? Hát ugye ezt megbeszéltük, hogy mitől okos egy telefon. Benne vannak a megfelelő hardverek, tehát van benne GPS, Wi-Fi lehetőség, internetezési lehetőség, van benne mobil kamera, van benne kommunikációs eszközként tudod használni. Gyakorlatilag egyébként szinte ennyi. Egy kis mini számítógép. Hát gyakorlatilag igen, plusz egyéb olyan kis feature-ökkel, ami mondjuk egy számítógépben nincs, tehát mondjuk mit tudom én, GPS, az nincs a laptopban általában, de mondjuk a táblagépekben meg okostelefonokban már van. Tehát ezeket az eszközöket nevezhetjük gyakorlatilag okostelefonnak. Most persze lehetne még itt részletezni, hogy pontosan még minek kell megfelelnie, és ugye a mai elvárásoknak megfelelően most már azért nem árt, ha egy 4 magos processzor van benne, ugye mondjuk valamilyen okos platformot futtat, tehát mondjuk vagy iOS, de hát az ugye Apple, tehát azt valószínűleg nem fogják kiadni külső cégnek, bár egyébként az Apple ugye, úgy, ahogy az OSX-et ingyenesítette, úgy elképzelhető, hogy a jövőben majd az iOS-t is egyszer csak ingyenessé fogja tenni, sőt meg hát ez erős lenne, hogyha ezt én így, de kijelentem, aztán majd meglátjuk. Tehát még én szerintem még az is benne van a pakliban, hogy más telefonokra is föl lehet majd telepíteni az iOS-t idővel. Talán eljutunk odáig, hogyha ugyanúgy szabad felhasználásúvá teszi, mint ahogy az Androidot ugye a Google mindig is így tette, és különböző gyártók különböző mobiljaira föl lehet pakolni, úgy az iOS-nél is meg lehet ezt, meg lehetne elméletben oldani, ez kérdés, hogy az Apple-nek ez célja-e. Mondom, én csak abból a következtetek erre, hogy az OSX-et is ingyenessé tette. Mondjuk az nem azt jelenti, hogy bárki fölteti bármilyen számítógépre, de gyakorlatilag nincs elvi akadálya, hiszen ha ingyenes, akkor miért ne? Tehát megveszed a szoftvert, azt csinálsz valamit akarsz, kimondta, hogy azt csak Apple gépekkel lehet futtatni. Nem? Ráadásul, ha ingyenes, ugye hát azért az úgy ingyenes, hogy nem le lehet tölteni az internetről, hanem egy korábbi verzióval azért rendelkezni kell. Én azt gondolom, Vendi, egyébként, hogy így is az utóbbi pár évben nagyon sok érdekesség ment végbe az Apple-nek a házatájéken, úgyhogy nem lepődnék meg ezen. Keresgélik az útjukat, én úgy gondolom, és hát ideje is lenne valami megoldást találni arra, hiszen a népszerűségük az így ugyebár, és hát én azt gondolom, hogy ezt ők is érzik, hiszen például a következő cikk is erről szól, ugye? Igen. Na, akkor másélj nekünk, Andris. Tim Cook elismerte, hogy nem lett sikertermék az iPhone 5C,
Ezen nem árul egy nagy újdonságot, de ha már a főnök, úgymond a főnök is ezt mondja, akkor az már baj. Igen. Na, mit fősz ki, kuk? Pontos számokat persze nem tudni az egyes telefontípusokhoz, az viszont biztos, hogy az iPhone 5C nem teljesített jól. Igen, hát korábban is beszéltünk arról, hogy a gyártósorban is lecserélték gyakorlatilag azokat a gépeket, amiket iPhone 5C-re lettek kitalálva, és inkább iPhone 5S-re állították át őket. Itt már aztán érezhető volt, hogy elkezdődött valami. Csak ez is szerintem, tehát ebben a formában szerintem megint csak nem igaz, de jó. Tehát igen, tehát egy jól hangzik. Jól van. Oké. Ez mondjuk nem tudom, kit lepett meg, ezzel az árral nem értem, mi volt a terv. Igen. Ennek ellenére Tim Cook kicsit finomított a történeten. A nyilatkozata szerint a remek iPhone 5S vonta el az 5C-től a vevőket, azon belül is a Touch ID volt az igazán nagy újítás, és a többi elemző igazán egyedivé tette a telefont, így nem tudnak többet eladni belőle. Aha. Igen. Hát még nem is nagyon veszik, szerintem. Itt Magyarországon meg aztán abszolút nem divat, én azt gondolom. Tehát én még bevallom, én nem is láttam. Senkinek nem láttam én de, sem. De egyszer láttam egy rózsaszint, igen. De lehet, hogy ez csak egy hátlap volt egyébként. Hát hátlapot a sima iPhone-okon is lehet kapni, tehát hogy nem biztos, hogy a műanyagról beszélünk. Na mindegy. Hát nem, ugye ez egy terv volt egyébként, hogy az olcsóbb piacra is betörjenek. Na igen, hát olcsóbb, könyörgök, pont arról beszélgettünk. A megszokottnál olcsóbb, csak... Hát de még mindig drágább, mint a csúcskategóriás androidos telefon. De a megszokottnál olcsóbb? Hát mondjuk, ha már tönkre is mentek, ugye ne felejtsük el egyébként. Viszont akkor a minősége meg gagyibb. Igen. Tehát azért nem is érdemes összehasonlítani mondjuk egy Gorilla Glass technológiával készült bármilyen másik csúcskategóriás okostelefonnal, amelynél drágább az olcsóbb kategóriás Apple, ugye? Ami műanyag. Na jó, olyan erősebb műanyag, de műanyag. Tehát, hogy kicsit rosszul pozícionálták, én úgy gondolom, és ez nem csak, ugye ezt beszéltük, hogy ugye Európában alapból drágább minden, mert 1 euró 1 dolláros árváltással számolna, plusz még, hogyha mondjuk Magyarországon beszélünk, akkor jelentős hasznot tesznek rá ugyebár maguknak a viszonteladók is. De még ettől függetlenül, ha visszamegyünk kicsit Amerikába a gyökerekhez, még ott is drágának számít ez, a maga, nem is tudom, mi ez? Ez az 5C-nek az ára. Aha, hát ott mondjuk akkor annyira nem drága, de itt nálunk mindenképpen, mert 99 meg 199 dollárba kerül. De ez milyen konstrukcióban? Csak úgy natúr? Nem, itt a konstrukció. Tehát ha előfizetéssel, ja, hogyha bizonyos szolgáltatótól veszed. Csak úgy natúrban nem ennyibe kerül. Oké. Okay. Ugye? Na, erről beszélek. Hát azért így már másképp fekszik a baba. Ugye már az 549 dollárjával szorozzuk már fel. 140 valahány ezer forint. És ez az olcsóbb kategóriás. Tehát hogy azért viccelünk. A drágább kategóriás meg ugye 250 környékén van. Na, úgyhogy még mindig ott tartunk, hogy ez nem jött be. Nem jött be annyira, ugye? A 64-es. Na mindegy, tehát igen, tehát hogy szumma szumárom, ez most így nem sikerült. Persze hát valakinek tetszik. Figyelj, össze-vissza mondanak mindent egyébként, mert a statisztikák alapján pont tegnapi hír, tegnap beszéltünk róla, hogy annak ellenére, hogy nem megy olyan jól, mégis a legnagyobb eladást produkált az Apple. Csak az elemzők többet vártak. Tehát sosem volt ekkora eladás, 51 millió darab iPhone-t adtak el a 2013-as év utolsó negyedévében. Tehát, hogy sosem volt ekkora eladás, sőt, meg sem közelítette, de még többet vártak. Tehát még egy 4 millióval többet akartak eladni, de azt nem sikerült. És ezért, hogy mondjam, tehát negatívnak van elkönyvelve a történet, miközben azért most gondoljunk már bele, 51 millió darabot eladtak, tehát azért nem kell félteni az Apple-t, veszik azért a cuccaikat, csak hát... Csak szépen lassan, nem, már nem maradnak mások, csak a fanatikusok. Igen, igen. Sőt, már azok is elpártolnak hát inkább máshova, mert nincs benne újdonság. De mindegy, hagyjuk, mert megint csak fikázásnak jön ki ez a történet. Igen, beszéljünk a Facebookról, mert ha jól láttam, te is hoztál egy Facebookkal kapcsolatos. Igen, és igazából a Marci posztolta ki, hogy itt a Facebook régen várt újdonsága, ezzel kapcsolatban egy videót is küldtem mindjárt neked. Mindjárt mutatom a videót. Hosszú hónapokkal ezelőtt látott napvilágot az a kiszivárgott információ, ami szerint a Facebook saját hírolvasó alkalmazást készít. Most már hivatalos, hétfőn érkezik a Facebook Paper, de információ és videó már most van róla, amit most majd lassan ti is láthattok. Miután a népszerű Flipboard mellett a Google is rendelkezik mobilos hírolvasó alkalmazással, a hasonló célokat szolgáló Google Reader-t pedig nyáron bezárták, csak időkérdése volt, hogy a Facebook mikor adja ki saját szoftverét, eldőlt. Az időpont február 3-a, az app neve pedig Facebook Paper lesz.
Az első körben iPhone-okra megjelenő alkalmazás felugró chatablakoktól, hirdetésektől és egyéb zavaró sallangoktól mentesen mutatja meg ismerőseink megosztásait amolyan magazinos, látványos, most még olvasóbarátabb formában. A Facebookos ismerősök és a követett oldalaink által megosztott tartalmak mellett lehetőség lesz profik szerkesztette csatornákat is hozzáadni majd az alkalmazáshoz, így digitális újságolvasásra is használható lesz a Facebook Paper. Lehetőség lesz tematikus válogatások olvasgatására és nézegetésére is, sport, nemzetközi hírek, cukiság, gyanús állatok és hát a természetfotók, üzleti, látványos fényképek is, ételek témájában is. A Google Radio szolgáltatása megszűnése kapcsán azt nyilatkozta, azért zárják be az RSS olvasójukat, mert az emberek már nem reggelinél kávé mellé olvasnak híreket, és nem a nap végén, hanem nap közben folyamatosan követik az eseményeket mobil eszközelékkel. A Facebook éppen erre csap majd le hétfőn megjelenő új alkalmazásával. Köszönjük szépen! Hát gyakorlatilag összegyűrték az összes Facebookon fellelhető, hát most már nem csúnya szót mondtam, nem olyan csúnya szó. Szart, és beletették egy applikációba. De most őszintén, tehát nem az üzenőfaladat olvasgatott, hanem le van benne válogatva gyakorlatilag, amire esetleg kíváncsi lehetsz. Én azt gondolom, hogy erről szól gyakorlatilag ez a dolog. De igen, csak azzal menni, hogy először iPhone-okra lesz. Ja nem, ezt észre sem vettem egyébként, de ez, tehát most persze, mert ott lehet a látványosabban megcsinálni, hiszen van olyan grafikai felület alapból hozzám, ami alkalmassá teszi az alkalmazást arra, hogy normálisan, dinamikusan lapozást, meg különböző effekteket, ahogy láthattuk az előbb a videón, bele tudjanak tenni. Miért Androidnál? Hát no, itt vannak a problémák, ugye, hogy Androidnál az a gáz, hogy különböző kategóriájú készülékek vannak. A csúcs kategóriáson valószínűleg ez nem lenne probléma, viszont a kevésbé erős hardvereken, mondjuk olyannál, ahol mondjuk még a grafikai meghajtás nem az igazi, ott valószínűleg ez olyan lassú lenne az alkalmazás, hogy alkalmatlan lenne arra, hogy használjad. Azt el tudod mondani egyébként, hogy ha nem reklám vagy nem reklám, hogy mi a csúcs kategóriás androidos készülék, melyik az? Hát mondjuk, én most márkákat nem akarok mondani, de mondjuk legalább dupla magos processzorra rendelkezik, de inkább négy maggal, amiből mondjuk két mag csak a grafikai processzorért felel, vagy a csúcs-csúcs kategória, tehát tényleg az Uber, az ugye a 8 magos, ami egyébként 2x4, tehát 4 magos a maga a processzora, és 4 magos grafikai gyorsítás van hozzá, tehát gyakorlatilag pont az ablakkezelés, amire nagyon sokan panaszkodnak, hogy jaj, de lassú, vagy lassan nyílik, meg akadozik minden, igen, csúcs kategóriás készüléken nem akadozik, mert ugye, hogyha megfelelő hardware van alatt, akkor ilyen probléma nincs, csak ugye azok drágák, úgy, ahogy az iPhone is drága, mert csúcskategóriás készülék, úgy egy androidos csúcskategóriás készülék is drága, mert hát ilyen szintű hardveres tulajdonságokkal rendelkezik. Ha gyengébb készüléken próbáljuk ugyanazokat a programokat futtatni, vagy appokat futtatni, logikus módon lassabb lesz. Na, én nekem szerintem ezért jön ki először iPhone-ra, mert arra optimalizálva egyszerűbb megcsinálni, ugye? Mert csak egyféle vagy kétféle készülékre kell optimalizálni, és akkor utána majd jön ennek valószínűleg egyébként egy-két hét múlva valószínűleg az androidos verzió is, mert Facebook egyébként párhuzamosan fejleszt, tehát ami Androidon megjelenik, az iOS-en is egy idő múlva, és fordítva is így van. Jó, és ha már Facebooknál tartottunk, akkor van egy másik Facebookkal kapcsolatos hír, ami ugye már szintén régóta beszélik, hogy hát, hogy a Facebook állandóan, hogy majd meg fog halni, meg elmennek onnan az emberek, meg a tinik már kivonultak onnan, mert ugye fönn van a szülők, meg a tanárok, és hogy már nem olyan érdekes ez a Facebook boom, ez már úgy alább hagyott. És ez így is van valamilyen szinten, de azért nem kell annyira félteni a Facebookot, mert amennyire lehúzza itt a különböző általános nézet meg sztereotípia, olyannyira egyébként szárnyal éppen a Facebook, tehát a legjobb időszakát éri, legalábbis ami üzletileg magát a céget érinti. A Facebook közzé tette szokásos negyedévi pénzügyi jelentését, és ezzel megint megismétlődik a már unalmig ismételt forgatókönyv, az elemzők és a szakértők a közösségi oldal haldoklását vetítik előre, aztán jönnek a számok és látványosan rácáfolnak a vészmadarakra. Az idei év elején minden eddiginél hangosabbak voltak a negatív hangok a Facebook jövőjével kapcsolatban. Az egész világ sajtót bejárta az a tanulmány, ami megmutatta, hogy Amerikában a fiatalok valóságban menekülnek az oldalról. Hát hozzánk már azért el, ugye, hogy hát már nincsenek is fiatalok a Facebookon. Ugye? Tehát ugye a szájról szájra terjedő hír
vagy hát netről netre, vagy site-ról site-ra, most már lehet így mondani akkor lassan, hát az sajnos elferdíti a híreket. Régóta benne van a levegőben, hogy a Facebook növekedése megáll, mert már mindenki fent van rajta, és nincs honnan új felhasználókat szerezni. Ez logikus. A jelentés viszont azt mutatja, hogy ez a pont még nem jött el. A bejelentés hatására a zárás utáni kereskedésben 10%-ot nőtt a Facebook részvények árfolyama. 10%-ot. A 2013-as év utolsó negyedévét összefoglaló adatok szerint az oldal aktív felhasználóinak száma elérte az 1.228.000.000-t, vagyis 3 hónap alatt majdnem 40 millióval nőtt a Facebookozók tábora. Ahhoz képest, hogy mindenki elhagyja, azért igen. 40 millióan mentek rá az elmúlt 3 hónapban, én ezt nem nevezném kevésnek. Az összes nagy földrajzi régióban tart még a növekedés, igaz Észak-Amerikában és Európában már nagyon alacsony ez a szám, 199-ről 201 millióra, illetve 276-ról 282 millióra sikerült növekedni, de növekszik, tehát igen. Szó sincs arról, hogy csökkenne, növekszik. Tehát addig ne beszélj már arról, hogy haldoklik, amíg növekszik a fejlődés, csak lelassult, mert már tényleg mindenki fönn van. Tehát mitől lenne több ember fönn? Tehát ahhoz több embernek kell születni és rögtön feliratkozni a Facebookra, igen. Nem? Mindegy, hagyjuk itt a számokat. És már rögtön kapsz egy Facebook admint így. Igen. És akkor ehhez kapcsolatban van egy másik cikk is. Értelem, amit mondasz, de ugye ez ilyen nagyon Orwell-i kicsit ez a történet, hogy rögtön csippet is ültetnek az agyadba, akkor nem? Ami wifi-s meg minden, és rögtön már le is hallgatnak, ugye? Mint ahogy mindenkit lehallgatnak. Majd arról is beszélünk mindjárt, mert megint van egy lehallgatással kapcsolatos, és a magyar vonatkozású hír is, de majd mindjárt meghallgat, majd megnézzük, hogy kiket hallgattak le Magyarországon, ugyanis... Kiderült. Ki? Persze államtitok, de kiderült, mert hát miért ne derülnek egy államtitok a bulvár sajtóba, szóval ugye? Szóval. Tehát ha megírja a Blikk, az tuti úgy van. Na, viszont a Facebooknál maradva még egy kicsikét, összeszedték itt szintén ezekre a menekülésekre vonatkozóan az indexesek, azt hiszem, hogy, hogy egész pontosan mi is a helyzet a Facebookkal, és azt a címet adták ennek a cikknek, hogy a Facebook lesz az új elmű. És mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért adták ezt. Nagyon jó. Haldoklik, menekülnek, összeomlik. Szegény Facebook éppen csak összeszedte magát a tőzsdére lépés utáni káoszból, már is temetik a szakértők, elemzők és a laikusok egyaránt. Pedig elvileg jobban szalad a szekér, mint valaha, és dől a pénz is rendesen, talán éppen ezért. Nem lehet nem észrevenni, hogy a Facebookot divat lett utálni. A legjobban azt tükrözi ezt, amikor az Index Facebook oldalára linkeltünk egy Facebookról szóló cikket, és ott a Facebookos kommentelők kezdték el menetrendszerűen kórusban szívni a Facebookot. Van is erre már egy szó egyébként. Facebookception. A Facebooknak az utálásához is van már egy ilyen szakszó. Facebookception. Persze ennél súlyosabb figyelmeztetés lehet, vagyis lehetne a cégnek, hogy komolyan vehető piaci elemzők is riogatnak mostanában. A Facebook halálát kiáltók nagyjából ezen a gondolati síkon indokolják a közösségi oldal hamarosan és elkerülhetetlenül bekövetkező végzetét, mert hogy biztos lesz neki ilyen. Na nézzük, hogy mik ezek az indokok. A fiatalok elmenekülnek az oldalról. Aztán elfogy a hely a további növekedéshez. Ezt kétlem. Túl sok a reklám, és ezt mindenki utálja. Szerintem nem túl sok a reklám, tehát még pont egészséges. Minden funkciójára van már jobb és trendibb alternatíva. Igen, csak akkor miért nem használja mindenki azt? Ott a Google Plus. Miért nem használja senki? Pedig tényleg jobb alternatíva. De ugye? Tehát olyan fals indokok ezek. Én már Zuckerbergnek a reakcióját olvasom. Aztán várja, persze. Átláthatatlanná válik az egész, és összeroppan a saját tömege alatt. Miről beszélünk? Mi ez, valami magfúzió? Vagy? Tehát, hogy... Hát Zuckerberg gyakorlatilag egy nagyon rövid 3 betűs választ adott erre az egész felvetésre, ami LOL, vagyis LOL akar lenni, vagy röhögött rajta egy nagyot. Komolyan, amikor a Princeton amerikai elit egyetem kutatói statisztikai módszerrel elemezték a Facebook életciklusát, arra jutottak, hogy 2017-re 800 millió felhasználót fog veszíteni az oldal. A Facebook azzal válaszolt, hogy ugyanilyen modellekkel bebizonyította, hogy 2021-re a diákok hiányában a Princetont kell bezárni, illetve hogy 2060-ra elfogy a levegő a Földön. Ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag jogos lehet. Tehát, hogy statisztikailag ilyen-olyan tanulmányok, annyi mindent ki lehet mutatni,
De igazából ezek számok, és a számok ugyan nagyon fontosak tudnak lenni, az egész tőzsde meg az elemzések valószínűleg erről szólnak, de az élet nem számokból áll, könyörgök. Tehát, hogy ezt azért vegyük már észre, hogy nem számokból áll, meg bitekből az élet. Ami persze vicces, és jól rámutat arra, hogy egy kis statisztikai bűvészkedéssel bármit, és annak ellenkezőit is alá lehet támasztani, ezt mondtam én is, de a kérdés ettől még megmarad. Elért a csúcsra a Facebook, és innentől csak már lefelé van út? Na nézzük a tiniket. A mostani világvége hangulat elindítója egy elemzés volt, ami az amerikai Facebook felhasználó 2011-es és 2014-es demográfia összetételét hasonlította össze. Az eredmény 3 év alatt a tinik negyede, az egyetemistáknak pedig több mint fele eltűnt a Facebookról, ami azért elég drasztikus változás egy olyan oldaltól, ami eredetleg egyetemistáknak indult. Ebben mondjuk van igazság. A Facebook megszűnt menőnek lenni a fiatalok körében, ez persze nem csoda, mitől lenne cool egy 10 éves számára egy olyan közösségi oldalon fent lenni, ahol fent vannak a szülei tanárai, valamint a szülei tanárai, és a tanárai szülei is. Igen, ez már a vicces része. De engem ez nem zavar, hát ez igen. A lényege, nem? Tehát itt megint Amerikáról beszélünk, és egy bizonyos nézőpontból elkészített statisztikai elemzésről. Szerintem ez nagyon nem így van. Csak ezeket belesújkolják az emberekbe, és ezért már te is úgy fogod gondolni, hogy már milyen ciki Facebook. Szerintem az, ez nem? Az ostobaság van, ez szerintem egész, az. Valamit most... Abszolút az. Abszolút az. Az emberek azt hiszik, hogy megpróbálunk mindenáron trendik lenni, ezt mondta Zuckerberg. Ez sosem volt célom. Én vagyok itt valószínűleg a legkevésbé trendi fickó. Ugye? Legalább van öniróniája. Ez kicsit olyan, mint a Steve Jobs, nem? Igen. Tehát megcsinálta a legnagyobb tech céget, a legtrendibb, legmenőbb, legjobban brandelt céget az Apple-t, és most őszintén, tehát, hogy most nézzünk már az ember, én nem akarom természetesen ilyen szinten kritizálni, de egy egyszerű emberről beszélünk, legalábbis az öltözékét, a trendiségét. Meg lehet nézni nyugodtan, van egy ilyen. Még el lehet menni inkább oda, hogy kevésbé divatos inkább. Nem? Tehát hogy a film, amit mi is láttunk. És várjál, a fanatikusok meg ugye, sőt a mai géniuszok is, akik mind a mai napig ugyebár az Apple különböző viszont eladói, meg nem tudom, Apple hálózatban eladók, ugyanígy öltözködnek, mert hogy ez ilyen, nem is előírás, de ilyen iratlan előírás. Tehát akkor most egy trendi cégnél, nem tudom, proston öltözködünk? Tehát, hogy, hát ugye, hogy ugyanez igaz, hogy már ez a trendi, tehát mert azért, mert a Steve Jobs ezt viselt, akkor ez a trendi. Köszönjük, érted? Szépen, hogy... bye Alexnek. Nem, de hát ha megnézed egyébként a Zuckerberget is, ugye őt is láthatunk csomó filmben, ő sem nagyon foglalkozik azzal, tehát hogy egy kis tornacipő, mackónadrág, emberek, pedig ezek, a Facebook ezek, is ezek egy trendi dolog. Ezek őrült emberek, tehát azért ne felejtsük el, hogy ők őrült emberek, tehát miért nyilván, hogyha valami tárgyalás, vagy valami, akkor azért felvesz magára egy inget, meg egy zakot, de hogy mit érdekelje egyébként? Hát, nem érdekli szerintem. Tehát, hogy ő olyan pozícióban van, hogy leszarja azt igen. is, hogy ő most lehet, hogy egy szál alsógatyával megy el tárgyalni, és még neki fog fejem állni, mert valószínűleg ilyen stílusú ember. Mondjuk Zuckerbergről nem tudjuk ezt feltétlenül, de Steve Jobs simán. Tehát aki igen. a Holdra akarta felvésetni az almalogót, ott valami nem stimmel, ugye? Tehát ott valami valószínűleg agyilag nem stimmel. Elmondása szerint az almának ugye nagyon sok köze van a gravitációhoz, és hát ezért. Igen, amikor leesik a fáról. Így van. És ráesik a fejünkre, és akkor rögtön valami születik, ugye? Mint a annak idején Newtoni. Hát ez így történt. Na, állítólag. De hát nem voltunk ott, nem tudjuk, de a mendemondák ezt mondják. Szóval ez a lényeg, hogy egyáltalán nincsenek, tehát hogy ez sőt, Zuckerberg szerint, most nem olvasnám végig a cikket, csak a lényegét mondanám el, ez nem is olyan nagy baj, hogy elvándorolnak egyébként a tinik. Menjenek, azt játszanak, legózzanak, vagy nem tudom, hát nekik az a dolguk igazából. A felnőttek viszont egyre többen, tehát a 25 pluszosok közül viszont egyre többen vannak a Facebookon, tehát azt lehet mondani, hogy Amerikában például a felhasználók 1/3 diplomás. És most akkor egy kicsikét akkor nézzük üzleti szempontból. Kik a kereső, kik azok, akik költenek, kik azok, akik vásárolnak? Hát nem a tinik, mert ők még nem dolgoznak, ugye ők maximum anyucitól, apucitól igen. tudnak pénzt kérni arra, hogy vásároljanak. Valószínűleg anyuci meg apuci, aki mondjuk nem annyira ért a Facebookhoz, lehet, hogy nem fog a Facebookon vásárolni, vagy az azon keresztüli reklámok hatására.
De a tinik meg nem fognak vásárolni, mert nincs pénzük. Tehát aki a fizetőképes kereslet szempontjából az, hogy idősebbek vannak a Facebookon és a tinik eltűnnek, az még lehet, hogy pont, hogy pozitívba is emeli a cégnek a presztízsét, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy emiatt egyáltalán nem félő, hogy itt a Facebook meg fog szűnni, meg ilyenek, hogy megszűnik. Hányszor volt ilyen hír is úgy, hogy megszűnik, meg Magyarországon lekapcsolja. Miért kapcsolnák le? Tehát ki hallott ekkora baromságot már? Meg egyébként Vendi, tehát hogyha most a nagyon durva véletbe mennénk el, és ez mondjuk tényleg megtörténne, tök mindegy milyen oknál fogva, most tegye fel őszintén az a kezét, aki egy kezén vagy 10 kezén nem tudna megszólni, hogy hány ilyen közösségi oldallal találkoztunk már. Egyik megszűnve veszett népszerűségéből jött egy újabb, megint népszerű lett. Tehát, hogy... Ez nagyon szépen ki van fejtve a cikkben egyébként. Tehát amiről most beszéltél, tehát ugyanerről beszélnek itt is, hogyha pontosan ugyanerről. Tehát hogy ez így is lenne, a cikket. Így is lenne, akkor is ott a Google Plus. Ha? Miért nem jár arra senki? Pedig egy tök jó oldal, Google, mint a legnagyobb játékos gyakorlatilag ebben a közösségi médiában, ha így nézzük. Mégsem az ő közösségi oldala a legnépszerűbb, hanem a Facebooké. Vajon miért van ez így? Én szerintem? Hát ez akár vagy szerinted. Szerinted miért van ez szerintem így? Azért, mert már megszokott, és az embereknek a javarésze az már ott van fenn. Igen, valószínűleg erről szól egyébként a történet, és hiába próbál erőszakoskodni a Google, mert ugye mindenféle cselt kitalált már, hogy ugye csoportos bejelentkezés, a YouTube-os accounttal is már létrehoz egy Google Plus-os accountot, amit fölteszel a YouTube-ra, az kimegy a Google Plus-ra. Olyanok is volt már nekünk, hogy iViv. Igen. Abszolút. Van még egyetlen? Van iViv, csak már hát... Igen. Na, szóval én azt gondolom, hogy ne tessék ezeknek bedőlni. Itt igazából üzleti szempont. Ez is, mint minden egy üzleti vállalkozás. Abból a szempontból érdemes még egy picikét erről talán beszélni, még itt a MySpace-hez próbálják hasonlítgatni, és a MySpace azért bukott meg, mert csak fiatalok használták jóformán, és a tulajdonos nem értett az online bizniszhez. Ennyi volt az oka. A Facebooknál éppen az ellenkezője a helyzet, az oldal felhasználói bázisát fenyegető appokról pedig érdemes megjegyezni egy dolgot, ami egytől egyig jellemző rájuk, felhasználóik vannak, működő üzleti modelljük nincs. És kinek van ilyenje? Hát a Facebooknak, ugye? Tehát nincs egy üzleti modelljük, most már próbálkoznak reklámokkal ezzel, azzal már riogattak minket olyasmi, hogy felugró reklámok, meg minden jön majd. Hát egyelőre nem jött, ugye már. De majd idővel biztos lesz valami ilyesmi, hiszen valamiben meg kell élniük nekik is. Ami azért egész jól működik, hiszen a mobilos megoldása, hiszen mindenki mobilra költözött már gyakorlatilag, ezzel gyakorlatilag követi a trendet a Facebook is, hiszen a Facebook is a mobilra költözik, legjobb példa erre az imént említett Facebook Paper, ugye? Igen. Tehát, hogy ez mobil alkalmazás, valószínűleg gépen nem is lehet majd elérni, mint ahogy a Facebook Messengernek is van ugyan PC-s változata, de hát leginkább mobilon használja mindenki ezeket. Egyre inkább mobilizálódunk, tehát alakulnak át itt igazából a közösségi trendek. Pont ezen gondolkodtam én is egyébként, hogy ezeknek a közösségi oldalaknak és közösségi szájtoknak mi lesz az úgymond hatalmas nagy következő ugrása, vagy lépése, vagy még hova lehet ezt fejleszteni? Nem tudom. Nem tudom. Ha tudnám, nem így dolgoznék, hanem a Facebooknál, vagy a Googlenél, de én nem tudom igazából, én csak beszámolok ezekről, meg hát persze vannak víziói mindenkinek, neked is vannak, nekem is vannak, hogy mit lehetne megcsinálni, ha jut az embernek eszébe valami jó ötlet. Valószínűleg egyébként így működik az is, hogy mit tudom, hogy új lenyomat leolvasó került, vagy új lenyomatos azonosítás került az új iPhone-ba például. Az egy mai technológiát, új lenyomat leolvasást már 70-es években is csináltak. Tehát azzal való azonosítást. Tehát ez nem ez az újdonság. Csak azt, hogy ez a mobilba kerül, és erre használják. Elérhető lett egy készüléken, abszolút baráti áron. Úgyhogy... Hát ez túl, nem? Jó, nyilván azért mondtam én szarkasztikusan. Na, úgyhogy ennyit a Facebookról, nem fog megszűnni, jó? Mert már megint ilyen hírek is terjengenek a Facebookon már megint, hogy megszűnik a Facebook, ugye? Nem fog megszűnni a Facebook. No. Ha meg fog szűnni a Facebook, arról nem fogtok híreket olvasni, az biztos. Igen. Bálint írja nekünk, hogy olyan is van, hogy MyVip. Hát van. Van. Mindig van. Szerintem az is van egyébként, de ki használja? Azt használták tele a tinik régen. Tele van vírussal, nem? Igen. Azt használták a tinik régen, főleg sokan.
bejelentkezés, belépés Facebookkal. Igen, a közösségi oldalban való közösségi modul be, hogy hívják ezt, integrálása. Vagy e-mail jelszó. 2006 óta, de durva. Aztán Andris, csúcskategóriás mobil. Igen, például a Note 3-as, az S4-es, a HTC-nek a One-ja, a Sony-nak a Z Ultra-ja, illetve az LG-nek mondjuk a G2-ese. Igen, ezek csúcskategóriás telefonok valóban. Aztán, srácok, tőletek kérdezném, ha mobilon nyitjátok meg a Facebookot, nálatok látszanak a mások által írt hozzászólások? Mert én nem látom. És itt írod, hogy milyen telód van. Egy S3-as. Hát elvileg látszódnia kell, ugyanúgy, mint ahogy a hívjuk ide a Bálintot, és kérdezzük meg. Ahogy itt az oldalon van egy legördítő menü, ahol meg tudod nézni, hogy kinek a... Csak ez ugye megint ott tartunk, hogy ugye ezt már múltkor is beszéltük, én ezt nem tudom nektek prezentálni, mert én adminisztrátor vagyok mondjuk azokon az oldalakon, amiken fönn vagyok. Ergo nálam teljesen máshogy látszik amúgy is. De szerintem kell ott lenni egy menünek, ahol legördíted, és akkor ott a mások által, mások bejegyzései nálam így van, én akkor látom azt, amit mások írnak. Egyébként hát meg én is csak, egyébként meg, de ott is szerintem ugyanez a helyzet. Egyébként meg csak az oldal bejegyzései látszanak, amit post mi posztolunk. Post by others, azt hiszem valahogy így van, others, vagy így van. Így van, igen, valahogy. Igen, kérdő, post by others. Kell rákattintani. És akkor látod a posztokat. Biztos, hogy működik, mert mi is, amikor mobilon vagyunk, vagy táblagépen, akkor így nézzük a Facebook hozzászólásokat. Aztán... Húha, Danival folytatjuk. Szia, Vendi! Karácsonyra vettünk édesapámnak egy olcsó táblagépet, amelytől természetesen nem vártam csodákat, de amit kaptunk, az így is meglepett. A rajta lévő Androidra nincs feltelepítve a Google Play, amely így rögtön gátolja az alkalmazások letöltését, melyből egyébként se volt sok a rendszerbe. Helyette egy Mobogeni Market van rajta, ami azonban nem igazán tartalmazza a keresett alkalmazásokat. Külső forrásból Google Play csak hosszas utánajárás és így gyakorlatilag trükközés után sikerült feltelepíteni, ami többé-kevésbé így legalább működik. Hallottam róla, hogy a Google Play csak bizonyos rendszerbeli követelmények teljesülése esetén telepíthető az eszközre, de még soha nem találkoztam ilyennel. Emellett a YouTube alkalmazásban, ami gyárilag fel volt telepítve, a videóknak nincs hangja, valamint az MP4 fájloknál sem akar megszólalni a táblagép. Más esetben azonban van hang. A táblagép dobozán egyértelműen fel van tüntetve, hogy ezeket a formátumokat ismerik, ami azért manapság elég egyértelműen feltételezhető is. Elég furcsa egy rendszer, mit gondolsz, jó a műsor? Hát az, hogy a különböző gyártók, a különböző mondhatni no-name gyártók, most már nagyon sok van belőle, hát személyre szabják az operációs rendszereket, és valamilyen okból kifolyólag ugye személyre szabják azt is, hogy milyen market legyen, mert hogy vannak gondolom saját alkalmazásaik is, és ezeket lecserélik a Google, vagy a Google Play-t erre cserélik le. Hát ez elég rossz húzás. Na ilyenkor, hát először is nem kell ilyen táblagépeket venni, ezt tudom rámondani, vagy ha már ilyet veszel, akkor mindenki. Na ilyenkor az, hogy meg kell rútolni, ezt tenni kell valami normális Android verziót, és abban nem lesznek ilyen problémák. Ezt tudom javasolni így hirtelen nyilván, és szomorú, hogy gyárilag ennyire nem foglalkoznak a szoftverrel, de hát olcsó húsnak híg a leve, itt a probléma egyébként, hogyha az ember olcsó eszközt vesz. Ennyi a hozzászólás. Na és akkor nézzük ezt a magyar lehallgatást. Őket hallgatta le itthon az USA. Most figyeljetek. Nem fog semmi kiderülni előre, megmondom, tehát leszpoilerezem, de azért a hír a következő. Orbán Viktor, Schmidt Pál, Sólyom, Gyurcsány, Bajnai, Csurka, Vona, Morvai? Vagy teljesen rossz nyomon vagyunk, mert Anetka, Hajdú Péter vagy Balázs Pali titkai érdekelték az NSZ-t, akik azonban... kik azok, akik tényleg számítanak? Az ország, végigolvasom, és utána kifejtjük, jó? De egyébként jól van megfogalmazva. Az orromat akartam kifújni. Az orromat akartam kifújni, akkor olvastál. Jó. Az országgyűlés lehallgatási eseti vizsgálóbizottságának csütörtöki ülésén a képviselők megtudták, hogy Magyarországon kiket hallgattak le az Egyesült Államok titkos adatgyűjtése során, válaszolt a újságírói kérdésre Kocsis Máté. Így van.
Az információ azonban államtitoknak minősül, így Kocsis Máté és Gulyás Gergely, a testület fideszes alelnöke, azt sem mondhatta el, hogy hány ember érintett a lehallgatásban. Arra a kérdésre, mióta tartanak a lehallgatások, Gulyás Gergely azt mondta, úgy tudják, hogy 2011. szeptember 11-i amerikai terror támadások után elfogadott, máig érvényben lévő úgynevezett Patriot Act néven ismert törvény ad lehetőséget az Egyesült Államok hírszerzésének az ilyen jellegű adatgyűjtésre. Na, nesze semmi fog meg jól. Tehát megtudtuk, kit hallgatnak le? Nem. Lehallgatják egyáltalán ezeket az embereket? Hát mit tudjuk mi? Úgyhogy senki nem tudhat semmit. Lehet, hogy le se hallgatják. A Restart népszerű műsorvezetője Kisvendő az egyetleges célpont. Derült ki. Csak tudom, mit nem értek, ilyenkor mindig az fordul meg a fejembe egyébként, de azért olvastam direkt föl, hogy gondolom ezt ti is látjátok ezekből. Ez milyen hír? De most őszintén ez milyen hír? Hogy adnak neki egy olyan címet, hogy most kiderül, hogy kiket hallgattak le az USA-ba. És gyakorlatilag azzal kezdik, hogy államtitok. Tehát, hogy akkor mi derül ki belőle? Kérdőjelek derülnek ki belőle. Úgyhogy nem tudhatjuk, hogy kit hallgatnak le. Egy biztos, szerintem minket nem. De ha meg igen, egészségükre. Én ezt mondom, mint ahogy eddig is ezt mondtam. Van még valami? Nem, én nem láttam. Talán még egyszer elfrissítsünk rá a Facebookra, hát ha érkezett hozzászólás. Talán még egy hír, ami érdekes lehet, hogy ingyen számítógépet ad egy cég azoknak, akik leszoknak az Internet Explorer 7-es verziójának használatára, hát arról tényleg célszerű lenne. Egy amerikai cég meglepő ajánlatot tett ügyfelei számára, teljesen ingyen biztosít egy vadi új számítógépet azoknak, akik utóbbiak közül hajlandóak leszokni az Internet Explorer 7-es kiadásának használatáról. A vállalkozás persze nem jótékonysági céllal teszi, hanem azért, mert állítása szerint még így is olcsóbban jön ki annál, mintha weboldalán továbbra is folyamatosan figyelnie kellene a mára már elavult böngésző támogatását. Tehát, hogy ugye úgy írja meg az oldalt, hogy a régi Explorer alatt is menjen. Ennél olcsóbb, ha számítógépet ad azoknak az embereknek, akik használják az ő szoftverét mondjuk. Ez is gyönyörű, nem? Mintha már egyébként hallottunk volna valami hasonló kezdeményezésről talán régebben. Minden esetre tényleg ne használjátok Internet Explorer 7-est. Mert szívem szerint azt mondanám, hogy Internet Explorer se, de ez csak én mondom. Nyugodtan lehet használni, csak akkor már a legújabbat, jó? Mint mindenből a legújabbat illik. No, hát ennyi volt. Mára... Nagyon jól éreztem magamat, Vendi. Én kevésbé, már nem azért, nem miattan örülök, hogy itt voltál, ezt most nem kell félretenem, azért, mert már mindjárt megfulladok, úgyhogy ki kell fújnom az orromat, csak már itt adásban nem akarok többet trombitálni. Én is örültem, hogy itt voltál, Andris. Igen. Mindig öröm veled műsort vezetni. Tényleg? Igen. Na mesélj, mi lesz a magazinba? Igen, hát fél órától fix magazin, megint csak velem, most az én hetem van, Vendi, úgy néz ki. Igen. Igen, természetesen lesz, hogy kalendárium, lesznek jó kis híreink is, és vendégként érkezik majd a Zoral együttesből a hangja, és a Budapest Jazz Orchestrának a vezetője is, és természetesen lesz majd Gamer News is, Gergővel, Bálinttal, TubeScanner. Akkor megint érdekes lesz a magazin. Röhögünk majd nagyokat, TubeScanner. Te mit fogsz csinálni? Nem tudom, lehet, hogy én kamerázom, vagy nem tudom. Te leszel a szemem megint? Igen, majd kiderül. Vagy a nézők szeme. Igen. Holnap lesz Restart? Hogyne lenne, ráadásul extra lesz, ha minden igaz, és itt lesz már Marci is, úgyhogy összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, érdemes lesz velünk tartani. Mára búcsúzunk, köszönöm, hogy itt voltál. Én nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok. Sziasztok.